Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Egy lépéssel előrébb. Eladhatja a város az Airbus beruházás alapját jelentő területet. Múzeumok estéje. Gyulán több helyszínen is várják a látogatókat. Figyelmet igényelnek. A kullancs és a szúnyog is veszélyezteti a házi kedvenceket. A veszélyhelyzet utáni első képviselőtestületi ülést tartották csütörtökön. A grémium egyhangúan elfogadta azt az előterjesztést, mely alapján az önkormányzat eladhatja azt a déli ipari területet, ahol az Airbus üzeme épülhet meg. Ez a nap híre. A veszélyhelyzet megszűnését követő időszakban először tartottak Gyulán képviselőtestületi ülést, melyre június 25-én került sor. A csütörtöki program megemlékezéssel kezdődött, a jelenlévők két korábbi képviselőtestületi tag, Juhász János és Temesvári Zoltán emlékére hajtottak fejet egy perc néma csendben. A júniusi ülésen a veszélyhelyzet alatt meghozott intézkedésekről szóló polgármesteri beszámolót megelőzően a gyulai tűzoltóparancsnokság és a rendvédelmi szervek beszámolója is elhangzott. A gyulai tűzoltóság elmúlt évi munkája mozgalmas volt. A szokásos nagyjából 340-es esetszám magasságából egész magasra emelkedtünk, 70% fölötti eseményszám növekedést tapasztaltunk, 334-ről 570-re ugrott a beavatkozásaink száma, túl azon, hogy még segítségnyújtásra is számos esetben vonultunk, 59 alkalommal nyújtottunk segítséget, és ezek között voltak speciális segítségnyújtások is. Zanósz István tűzoltó alezredes mozgalmas tavalyi évről számolt be, ugyanez pedig igaz volt a határrendészet tavalyi munkájára is, mivel 2019-ben valamivel megnőtt a határon átkelők száma az elmúlt évekhez képest. A határrendészeti kirendeltség tájékoztatóját követően Kojsza Zoltán rendőrkapitány adott betekintést 2019 közbiztonságának helyzetéről. A város területén tavaly 434 bűncselekményt regisztráltak, mely a 2018-as évvel szemben 4,4%-os csökkenés jelent. A nyomozás eredményességi mutatónkat 69%-ról 73,2%-ra tudtuk tovább növelni, és elmondható, hogy a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, ami gyakorlatilag az emberek nyugalmát legjobban zavarja, ez is visszaesett. Ennek köszönhető is, hogy a településen biztonságosabb az élet. Fontos megemlíteni ezen a területen a polgárőrök munkáját is, akik a tavalyi évben összesen 12.687 szolgálati órát teljesítettek. A júniusi képviselőtestületi ülésen több önkormányzati tulajdonú cég aktuális ügyeivel foglalkoztak, a várfürdő, az óvodák és a közüzem is napirendre került. Többek között szó volt az úszásoktatási és utánpótlás nevelési feladatokról, valamint Gyula város egyesített óvodája 2019-2020-as nevelési évéről szóló beszámolója is terítékre került. Az ötödik életévüket betöltött és idősebb gyermekeknél kimutatható a fejlődések, a fejlesztések következtében bekövetkező pozitív változás. Ez évi eredmények az azonos korú gyermekeknél meghaladták az előző évben mért eredményeket, és majdnem minden esetben az országos átlagot is. A testület ülésen két cégvezető szerződésének a meghosszabbításáról szóló előterjesztést is elfogadták. Csáki Béláné a Gyula konyha, és Kertes István a Gyula sport ügyvezetője is tovább folytathatja a munkát. Görgény Jelnő polgármester a veszélyhelyzet ideje alatt meghozott intézkedésekről is beszámolt. Az ülésen felvázolta a korábban megalakult közegészségügyi veszélyhelyzet, helyi kezelését végző munkacsoport feladatait és annak meghozott döntéseit. A beszámoló végén a koronavírus járvány gazdasági hatásait elemezte. Gyula jelentős bevételtől esett el ebben az időszakban, az idegenforgalmi adóból befolyt összeg teljesen lenullázódott, de többek között a vendéglátó vállalkozások elengedett közterületi díja is kiesést jelent. A költségvetésünket át kellett alakítani, csökkentenünk kellett a kiadási oldalt 375 millió forinttal, ami óriási összeg, 375 millió forintos csökkentés, de így is maradt tartalékunk, meg tudtuk oldani. Fő céljaink mik voltak? A fő célunk az volt, hogy az önkormányzati intézményeknél és gazdasági társaságoknál a munkahelyeket meg tudjuk őrizni. Tehát ez volt a legfontosabb célunk. Utolsó napirendi pontként döntés született a déli iparterület értékesítéséről, melyet egyhangúan fogadott el a képviselőtestület. Ezen a területen a világ egyik legnagyobb repülőgépipari vállalata, az Airbus épít helikopteralkatrészgyárat. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással kapcsolatban már több jogi intézkedés is megtörtént, így a területet értékesítheti az önkormányzat. Mindezek a munkálatok alkalmassá teszik immár a területet arra,
hogy értékesítésre kerüljön azon gazdasági szereplő számára, aki a helyépítési szabályzatnak megfelelő ipari beruházást kíván megvalósítani. Mindez természetesen a magyar állam megfelelő szerveivel, cégeivel szoros együttműködésben zajlott. A gyárral párhuzamosan egy repülőgépipari akadémia is létesül az üzem szakember utánpótlásának képzésére, a gyártás pedig várhatóan 2022-ben indul majd el. Szombaton rendezik meg a Múzeumok Estéje elnevezésű programsorozatot. Az Almási Kastélyban, a Gyulai Várban, a Latics Házban és az Erkel Ferenc Emlékházban tematikus tárlatvezetéssel, koncertekkel és fegyverbemutatóval várják az érdeklődőket. Bár most a koronavírus járvány következtében országszerte javarészt online programokkal szolgálnak a kultúra iránt érdeklődőknek. Gyulán azonban a Kulturális Központ munkatársai összesen 4 kiállító helyen várják a vendégeket szombat este. Az Almási Kastély mellett a Gyulai Várban, a Ladics Házban és az Erkel Ferenc Emlékházban. Fábián Tamás kommunikációs vezető elárulta, a pandémiás időszak alatt a kiállítóhelyek folyamatosan jelen voltak, és újabbnál újabb tartalmakat osztottak meg az internetes felületeken. Éppen ezért döntöttek úgy, hogy az idei online térben zajló Múzeumok éjszakájától megkülönböztetve Múzeumok Estéje néven rendeznek programsorozatot. Hosszított nyitvatartásról van szó, este 7 órától 23 óráig várjuk majd a látogatókat, és a szolgáltatásainkat különleges tárlatvezetésekkel, tematikus előadásokkal igyekeztünk színesíteni. Ezen kívül lesznek olyan programok is, amelyek valóban kifejezetten látványosnak minősülhetnek. Elsősorban természetesen a fegyverbemutatókra gondolok, amelyek a Várban és az Almási Kastélyban lesznek majd elérhetők. Mindkét helyszínen a helyszín történelmi korának megfelelően. Hozzátette, a rövid szervezési idő miatt a már ismert és egyben legnépszerűbb programokkal várják a látogatókat a kiállító helyeken. A Gyulai Várban például a Kerecsényi László Ijász Egyesület fegyverbemutatója mellett a felnőttek a Ha az erényöv mesélni tudna elnevezésű tematikus tárlatvezetésen vehetnek részt. Az Almási Kastélyban szintén a felnőtteknek kedveznek a Főúri Világ hálószobatitkairól, valamint a Gyula és környékén zajló boszorkányperekről szóló előadásokkal. De a Békés-megyei Károlyi Huszár és Honvéd Hagyományőrző és Kulturális Egyesület az 1848-49-es szabadságharc viseletét és fegyverzetét is bemutatja. A Ladics Házban pedig a polgári háztartási viszony kompromisszumairól hallhatnak az érdeklődők. Az Erkel Ferenc Emlékházban egy újdonsággal várják a látogatókat. A trianoni emlékévhez kapcsolódva a történelmi Magyarország dallamait elevenítik majd fel. A már bevált eseményekkel várjuk a hozzánk érkezőket, de azt gondolom, hogy akár a Ladics Házban a kimaradás engedélyező elnevezésű program egy nagyon jónak, ígéretesnek nevezhető, és hát az egyetlen, amely tulajdonképpen újdonságként említhető, az az Erkel Ferenc Emlékházban valósul meg, ahol a Trianon 100. évfordulójához kapcsolódva kismagyarországi és határon túli népzenei dallamokat játszanak majd a muzsikusok. A 4 kiállítóhely beltéri programjaira érvényes belépőt elővételben csütörtökön kezdik árusítani valamennyi múzeumban. A szabadtéri események, mint amilyen például a Békés-megyei Szimfonikusok Kamarazenekarának koncertje, díjtalanul lesznek látogathatók. A jó időbe köszöntével a szabadba kimozdulók és házi állataik számára egyre nagyobb terhet jelent a kullancsveszély. Az erdőkben, parkokban, de akár a kertekben ezek a nem kívánatos élőlények várnak ránk, melyek között vannak olyanok, melyek fertőzöttek. Kullancs invázió megindult, és most, ahogy a enyhe időszak és a nedvesség is megérkezett, ez még csak tovább rontja a helyzetet. A gyenge téli időszakot könnyen átvészelték a kullancsok, így tavasszal tovább szaporodtak. A kis élősködők tekintetében az április-július közötti időszak veszélyes, de a fertőzés lehetősége egyfolytában fennáll. Akár egy erdei kirándulás során észrevétlenül felmászhatnak rajtunk ezek az állatok. A kullancsoknak elsősorban olyan betegségeket terjesztenek, például a Lyme-kórt, ami kb. 100 kullancsból egy tartalmaz ezt a Lyme-kórnak a fertőző anyagát, és a körülbelül minden 1000 darab kullancs az
az tartalmazza agyvelőgyulladásnak a kórokozóját. Ezek mind a kettő emberre is veszélyes, tehát ezért nagyon vigyázunk kell az emberekre, és természetesen az állatokat is megbetegítheti, és problémát okozhatnak. A szakember kiemelte, az utóbbi időszakot jellemző esős időjárás elősegítette a szúnyogok szaporodását. Ezáltal az állatok újabb betegségeknek vannak kitéve. A szúnyogok terjesztik a szívférgességet. A lárvát beoltják a vénába, mellyel súlyos betegséget tudnak okozni. A szúnyog emellett terjeszti a nílusi lázt, amely nem csak macskákra és kutyákra, hanem lovakra és az emberekre is veszélyes. A nyári időjárás közeletével még nagyobb figyelemmel kell lennünk kis kedvenceink felé. A melegre megint kell vigyázzuk az állatainkra. Elsősorban ne tegyük őket ki olyan helyre, ahol állandóan jelleggel napfény van, mert fölmelegednek és hőgutát kaphatnak. Nagyon kell vigyázni, hogyha autóba visszük őket, az autóba ne hagyjuk, a meleg autóba 50 fok is lesz, és akkor szintén ez a probléma fölléphet. Úgyhogy az állatoknak vizet állandó jelleggel biztosítsuk, ha tudunk fürdési lehetőséget azt is, és azzal tudjuk egy kicsit hűteni őket. A szakember kiemelte, hogy ha a házi állatunk a megszokottól eltérően viselkedik, akkor érdemes megmérni a lázát. Ha a kutyák esetében 38,5, a macskáknál pedig 39 fok fölött van, akkor mi hamarabb fel kell keresni egy állatorvost, mert az akár az állat elpusztulásához is vezethet. Szerdán teljes nyitást hajtottak végre a gyulai várfürdőben. Rövid hírek következnek. Szerdán újra teljes körű szolgáltatással várta a vendégeket a gyulai várfürdő. A létesítmény gyógyvizes medencéi, beltéri medencéi mellett elérhetőek lettek a gyógyvizes gyógyászati szolgáltatások is. Ezek újraindításának, valamint az esőmentes jó időnek köszönhetően már a nyitáskor többen ellátogattak a fürdőbe. A látogatók között volt, aki egy különleges ajándékként kapta a gyulai kirándulást. A gyulai várfürdőben az újranyitást megelőzően várták, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ milyen speciális szabályokat fog alkalmazni a fürdők esetében. Többek között elvárta szappanos elő, valamint utózuhany. Kun Miklós kiemelte, a fürdő üzemeltetésére vonatkozó rendelet meghatározza, hogy egyes medencékben egy időben hányan tartózkodhatnak. Az új szabályozás szerint ebben már nincs korlátozás, viszont a létszámkorlátokat szigorúan be kell tartani. Minden medencére más szabály vonatkozik. Medence típustól függően 4-5 négyzetméter területnek kell lennie egy főre. Felújítás miatt egyelőre a dögönyözős medence, a 25 méteres tanmedence és az uszodai szauna nem elérhető. Június 19-től a gyermekvízi paradicsom élményelemekkel üzemel, és a hullámmedencében is üzemel a hullámélményelem. Az első éjszakai wellness július 4-én lesz. Idén új helyszínen várja a gyulaiakat és a városba érkező turistákat az az óriás kerék, melyet szerda délelőtt kezdtek el felépíteni. A várfürdő és a gyulai vár szomszédságába költöző látványosság 24 gondolája összesen 144 főt képes befogadni. Az óriás kerék üzemeltetője reméli, hogy az új helyszínek köszönhetően még többen szeretnének majd felülni a 35 méteres szerkezetre. Az óriás kerék június 26-án pénteken 2 órakor nyitja meg pénztárát, és egészen szeptember 20-áig várja a vendégeket. Ez azt jelenti, hogy a Pálinka Fesztivál ideje alatt is a magasból nézhetünk a várkertre. Péntek délutántól már bárki a magasba emelkedhet Gyulán. A madártávlati panorámát ígérő látványosság remek kilátást nyújt majd a gyulai várra és az Almási kastélyra, de látható lesz a Kapushíd, előtűnik a Szent Miklós katedrális kupolája, és tiszta időben kirajzolódnak a bihari hegyek is. Teljes nézőtér szabad rendelkezésre áll. A gyulai várban felállított nézőtér és a tószínpad nézőtere is maximálisan kihasználható a Gyulai Várszínház 57. nyári évada során. Ezek a felvételek még azon a sajtótájékoztatón készültek, ahol Elek Tibor igazgató mutatta be a nyári programokat. Ekkor még úgy készültek, hogy korlátozott létszámban engedhetik majd be a vendégeket a nézőtérre. Azóta azonban hivatalosan is vége a veszélyhelyzetnek, ennek köszönhetően zavartalanul bonyolíthatják le az előadásokat. A július 3-ától augusztus 29-ig tartó nyári évad során nem marad el a Shakespeare Fesztivál, a határon túli magyar társulatokat felvonultató Erdélyi Hét, illetve a Márai Sándor napok. A vírushelyzet a Shakespeare Fesztivált érinti a leginkább, itt rengeteg előadást le kellett mondani, így ez a program mindössze 2 napos lesz.
A napokban megjelenik a Gyulai Várszínház 57. évadának ingyenes programfüzete, de az érdeklődők a Várszínház honlapján is böngészhetnek az előadások között. A híradó után következő három téma című műsorunkban Elek Tibor bővebben is beszámol az idei nyári évad eseményeiről. Igazgató úr, akkor fogadjátok sok szeretettel az általam adományozott könyveket. 10 könyvből álló csomaggal érkezett a szerdai sajtótájékoztatóra a Törökzugi Fiókkönyvtárba Kónya István. Az alpolgármester Dézsi János igazgatónak adta át a köteteket, a műveket itt lehet majd olvasni, kölcsönözni. Az esemény apropója az volt, hogy befejeződött a Fiókkönyvtár mint egy 4 millió forintos korszerűsítése. A mögöttünk lévő hetekben új radiátorokat szereltek fel, újra cserélték a régi linoleumot, és kifestették a helyiségeket. Kónya István alpolgármester elmondta, az elmúlt években megfordult a korábbi negatív trend, és az intézmény egyre fontosabb szerepet játszik az itt élők életében. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Fiókkönyvtár egyre többféle szerepet tölt be, iskolai, óvodai programoknak, illetve lakógyűléseknek is otthont adhat. Az olvasói szokások is változtak az elmúlt időszakban, az itteni kínálatot igyekeztek ehhez igazítani. Az eseményen hangsúlyozták, a Fiókkönyvtár szívesen fogad olyan könyveket, melyeket tulajdonosuk megosztana másokkal is. Nem nyitnak ki idén a kisebb strandok Békésben. Lapszemle következik. Nem nyitnak ki idén a kisebb strandok. A strandok fenntartása a szigorúbb szabályok miatt ebben a szezonban jóval költségesebb, írta a Beol. Eközben kevesebb vendégre, így alacsonyabb bevételre számíthatnak. Hétvégén kinyit a teljes parkfürdő. Újabb medencéket vehetnek használatba a fürdőzők Gyopáros fürdőn, írta az Orosz Café. Szombattól már kinyit a Kacsás és a Torony medence, július 1-től pedig már az élményfürdő és a szaunák is látogathatók. Szegeden és Vásárhelyen is megújul a katolikus óvoda. Mire a tanév kezdődik, a szegedi Hóbiárt utcai óvoda és a vásárhelyi kertvárosi óvoda is korszerűbb lesz, közölte az Egyházmegye weboldala. A két épületre 120 millió forintnál is többet költhet a Szeged-Csanádi Egyházmegye kormányzati forrásból. Muzsikálnak a magyar tarszák. Megkezdődött a magyar tarszák nász időszaka, amikor a hímek ciripeléssel csalogatják magukhoz a nőstényeket. A KMNP.hu azt írta, a magyar tarsza egy lassú mozgású, röpképtelen fürge szöcskeféle, amely benszülött faj a Kárpát-medencében, és a világon csak itt fordul elő. Napról napra melegebb lesz, a hétvégétől 30 fok feletti csúcshőmérséklettel számolhatunk. Továbbra is párás marad a levegő, eső bármelyik nap előfordulhat. Pénteken a napos időszakok mellett zápor-zivatar várható. A pénteki hőmérséklet hajnalban 19, napközben 29 fok körül alakul. Szombaton sokat süt majd a nap, de csapadék is előfordulhat. Szombaton 20 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Lássuk még egyszer mai híreinket. Egy lépéssel előrébb. Eladhatja a város az Airbus beruházás alapját jelentő területet. Múzeumok estéje. Gyulán több helyszínen is várják a látogatókat. Figyelmet igényelnek. A kullancs és a szúnyog is veszélyezteti a házi kedvenceket. A Gyula TV híradóját látták. Nézzék híreinket, videóinkat a Facebookon, a YouTube-on és a gyulatelevízió.hu oldalon. Köszönjük figyelmüket, további jó tévézést kívánunk!